Okay, Hare Krishna. Ancora. Ma kezdjünk egy kis új témát. Ez az új téma, kérem szépen, nem más lesz, mint Madhura Kadambini, ami lelki fejlődésnek a lépcsőfokai megmagyarázva, mert ahogy Srila Prabhupada anyag sokszor hangsúlyozod, hogy bhakti jóga ez egy tudományos út, tudományos gyakorlat, és ezért jó tudni, tájékozódni, hogy mi most hol vagyunk, hogy lehet megtudni, hogy hol vagyunk, hogy tudjunk megállapítani, hogy mit kell csinálni, ahol vagyunk, hova kell törekedni következő szintre. És akkor erre van ez a tudományos felépítés a bhakti jogának a fokozatai. És akkor elsősorban beszéljünk a hitről, Shraddha, hit. Mit jelent, hogy az az első lelki szint. Hit, Shraddha, és akkor ennek a tudományos szempontból fogunk egy kicsit vizsgálni, hogy ez micsoda, hogy néz ki. Első, amit lehet mondani, hogy a lelki fejlődésnek, vagy a lelkinek a fő célja az a szeretet, a préma. És a préma az a hit belül van egy magformába. Mint mondjuk van egy nagy fa, akár banyánfa, és a banyánfának a gyümölcsebe van magja, és a magba már benne van a maga a fa. Ezért ki fog nőni belőle a nagy fa. Ugyanúgy a préma magja az benne van a hitbe, és ahogy fejlődik a hitünk, akkor úgy fejlődik a mi préma, mi Isten irányi szeretetünk. Szóval ez a lényege a Krishna tudatnak a fejlődésében. Nem tudom, nem kell-e fény? Lehet, hogy kell egy kis fény. Jó, akkor hát mit jelent, hogy Shraddha? Ki tud mondani? Igen. A Shraddha azt jelenti, hogy add a szíved. Oké. Jó. Hit. Igen, Shraddha, hit. De milyen hit? Ki tud mondani, mert annyi hit van. Mindenki hisz valamiben. Valaki hisz a pénzbe. Valaki hisz valami más anyagi sikerekbe, akkor miben hit? Mert hit ez valamiben kell, hogy legyen. Mondom, hogy átlagban mindenki úgy tudja, bakták úgy tudják, hogy Shraddha ez a hit szentírásba, hit sásztrába. Hogy én hiszek a sásztrába, ez a hit, ez a Shraddha. De szigorúan, ez általában mi így szokták, és általában, mikor annyi sok lecke volt már ezekről a szintekről, de nagyon röviden mindig volt megbeszélve, hogy mi ez a Shraddha, és megmaradt ez a, hát akkor a hit a Szentírásban, a Shraddhában, vagy a Sásztrában. Mit akartál mondani? Lelki tanítómester megtett hit. Utána, igen, először sásztrában. De most, igen, de mi az? Mindjárt megnézzük, hogy mi az a hit a sásztrában. Igazából a Shraddha,
Idáig legjobban én Sivarama Maharishtól hallottam, én mindig ezt én is ismételem, hogy ő is így mondja, hogy bizalom. És itt a Shraddha az azt jelenti, hogy én bízok a sásztrának a mondani valójában, a sásztrának a lényegébe, ami a tartalmába bízok, a sásztrának a tanításába bízok. Na ez a hit, ez a Shraddha. És Shastra Artha Vishvasa, hogy én bízok a Shastranak a hitébe, vagy a tanításába, amit ad nekem, a lényeget, az értelmében, abba bízok, de ez a hit igazából, hogy ez a bizalom, úgy érzem, hogy nem kényszerít, hanem inspirál engem valamit megtenni. Valamilyen megfelelő cselekvésre engem inspirál az a hit. Szóval például, hogyha valaki hallja egy tanítást, Bhagavad Gita-ból, Srimad Bhagavatam, bármilyen szentírásból, és akkor mondta, ő érdekes volt, és megy tovább, annak nincs nagy hite. Az igazi hit, amikor valaki rögtön érzi, hallotta tanítást, és utána gondolja, hú, akkor most máshogyan kell csinálnom, máshogyan kell cselekedni, ki kell próbálni. Szóval ez a hit. Akkor még egyszer, hogy igazi hit ahhoz, hogy valaki elkezdjen fejlődni lelki gyakorlatban, lelki életben, és gyakorolni, amikor megszületik a hit valakinek a szívébe, akkor az adja azt az érzést, hogy nekem meg kell valamit változtatnom az életem. Máshogyan kell csinálni, mint idáig csináltam. Szóval ez a hit, hogy van ez az érzés, hogy nekem, én nem tudok úgy élni, hogy idáig éltem, ahogy korábban éltem, máshogyan kell csinálnom. Mint például, mikor még nem találkoztam Krishna tudattal, akkor még Shastrával se találkoztam, de volt egy hatás, mert mikor volt kérdés, hogy miért történnek problémák, miért én akarok boldogságot, jót, de miért jönnek a szenvedések. És akkor valahogy vettem egy könyvet, ez egy ilyen, nem egy védikus írás volt, de az volt a címe a könyvnek, hogy karma diagnosztika, vagy karma diagnosztikája, orosz könyv volt. Amikor elolvastam, hogy, és akkor ott írja, minden, amit te szenvedsz, ez mint te csináltál. Ez a te visszahatásod, ez a karma diagnosztikája. Lehet diagnosztizálni, szenvedsz, akkor diagnózis az, hogy rossz voltál, és akkor, amikor ezt elolvastam, kicsit fájt, hogy rájönni, hogy én vagyok a hibás. De azonnal volt nagyon erős érzés belül, hogy akkor most nekem máshogyan kell élni. Nem szabad így folytatni. Hogyha így folytatok, akkor még rosszabb lehet. És ez inspirált engem, hogy máshogyan cselekedjek. És akkor így elindultam egy másik irányba az életemben. Szóval ez a hit, amikor valaki rendelkezik hittel, akinek már picit megszületett a hit. Amikor megszületett ez a hit, akkor ő érzi, hogy nekem máshogyan kell csinálni. És főleg, amit hallottam, ami van a sásztrában, a szentírásokban. Oké, mi az értelme a sásztrának? Mi az értelme a szentírásoknak? Mibe kell elhinnünk, amikor szentírásoknak lényegét elolvasunk? Ki tud mondani? Man mana bhavan man bhakta.
Hallottátok ezt a verset? Man manámbava mad bakta, madegyima manamaskuru, mam eva esesi kontéja, juktvájvam, hogy atmanam mat parájana. Hát attól függ, mert van 9. fejezetben és van 18. fejezetben. Vagy szárva dharma paritegye, ez a következő vers, a 18. fejezet. Mámekám saranam vrajám. Igen, a hantvám szárva pibjó, moksak semmi, másocsaha. Hogy a hit, amikor a lényeg Bhagavad Gita-nak, a szentírásoknak, azt a hitet kell felébreszteni, hogy nem kell semmi mással foglalkozni, nem kell más dolgokat próbálni, de mindjárt fogunk tisztázni még ezek a más dolgokat, hanem egyszerűen, hogy ami Krishnát gyakoroljunk, Krishna tudatot gyakoroljunk, gyakoroljunk bhakti jógát, akkor ez elegendő. Ez a legnagyobb hit az egészben. Man manabhava man bhakta, igen, hogy mindig gondolám, ez a lényege, hogy nekünk meg kell tanulni és elhinni, hogyha mi megtanulunk Krishnára mindig emlékezni, gondolkodni, akkor meg fogunk kapni minden eredményt, és akkor legjobban tudjunk fejlődni lelki úton. Ezért van egy sutra, Amnaya sutra, a Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur mondja Amnaya sutrában egy érdekes dolgot. Mert általában itt is ez a Sarvadharma Paritejan, itt is nem mindig tiszta megértés van, tiszta kép, mit jelent a Sarvadharma Paritejan. Hogy ad fel minden, mit kell feladni? Mit mondja? Valás minden változatot? Igen. És akkor itt mindenki tud vitatkozni, akkor várját. Akkor most mi más vallások nem jók, csak Krishna tudat. Itt nem a vallásokról van szó. Mindjárt fogunk tisztázni, hogy mit kell feladni, mit jelent valójában Sarva Dharma Paritya. És ezt kifejti Bhaktivinoda Thakur már a Amnaya Sutrában, 57. versben. És akkor mindjárt fogunk összerakni dolgokat, mert mi sokszor gondoljuk, na akkor beszéljünk a rucsi szintről, az aszakti szintről, ezekről a magas-magas szintekről, vagy nista szintről. De vizsgáljuk meg, vagyunk mi először a srada szinten. Vagyunk mi a hit szinten. Először nézzük meg, és utána majd, mint következő héten majd menjünk tovább. Akkor mondja, srada tu anyopaya varjam, akkor mondja Bhaktivinoda Thakur, srada tu, de sráda, azt jelenti, hogy sráda azt jelenti, hogy anyopaya varjam, hogy másféle metódusok, másféle gyakorlatok, mindenféle más gyakorlat, ez a Sarvadharma Paritya, Sarvadharma Paritya mondja, minden másféle gyakorlat, az nem kell. Azt fel kell adni, bhakti unmukhi, Chitta vritti visesa. Azt mondja, hogy sráda, ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen szívállapot, amikor én elhagyom minden másféle utat, és csak bhakti utat választok, bhakti unmukhi, és akkor nekem, az én szívembe megjelenik törekvés, hogy csak bhaktit akarok gyakorolni, semmi mást. Mindjárt megértsünk, hogy mi az a más, el kell hagyni. Utána mondja a következő szutraban Bhaktivinoda Thakur. Purva agya veda dharma karma yoga gyana sába sadhi sesa ei agya balaván. Na itt mondja most, mit kell, azt mondja, hogy Krishna
Voltak a védákban purva, előzetes, elsőféle utasítások, purva agya, elsőféle utasítások, korábban utasítások voltak, ami a Veda Dharmáról szól. Karma Yoga Gyana. Bhagavad Gita-ban mondjuk harmadik fejezet karmát tanít, karma jogáról beszél. Hogy gyakorol a karmát? Utána beszélt a jogáról. Gyakorol jogát, Bhagavad Gita melyik fejezet jogát? Hatodik fejezet. Gyakorolja a jogát, akkor gyána, gyakorol gyánát. Ezek voltak utasítások. És akkor mondja, igen, Bhaktivinoda akkor mondja, igen, purva agya, voltak ezek az utasítások, de mondja utána, szábaszádhi, sesi ei agya balavan. De, azt mondja, valójában ez a karma, dharma, yoga, karma, dharma, yoga, gyána, ez most nem fontos, mert szábaszádhi avasese ei agya balavan, ez azt jelenti, mert a másodlagos utasítás az balavan, az az erősebb. Az utolsó utasítás, hogy csak baktit kell gyakorolni, ez balavan, ez azt jelenti, hogy az, ami áthozza az előző utasításokat. Krishna, amikor magyarázta, a Bhagavad Gita-ba is mondta. Oké, akkor karma, akkor karmát tanított, akkor jogát tanított, gyánát tanított, és utána mondta, szarvadárma pedig egyet, de nem kell ezeket gyakorolni. Mint emberek, és gondolják, akkor majd kicsit ezoterikát kell gyakorolnom, hát ha ettől jobban fejlődök, valami másféle mantrákat, ami nem tudom, mit jelentenek a mantrák, mert nekem jó hangzik, vagy valami rituálikat ki kell találni, vagy szóval ilyen fölösleges dolgokat nagyon sokan gyakorolni próbálnak, de azt mondja ez a vers, hogy nem kell. Sarvadharma paritya, nem kell. Elegendő, hogy csak te, csak bhakti jogat. Sarva Krishna bhakti, sarva kama kritahaya, sarva karma kritahaya. Ha csak egyszerűen Krishna bhaktit végzel, akkor minden teljesül úgy is így. Szóval nem. És akinek van hite, ő hiszik. Mert valamikor jönnek hozzám. Ó, figyelj, tudnám erre valami mantrát mondani? Vagy tudjál ilyet, erre mondani egy mantrát? Vagy erre valami rituálit, vagy valami? Vagy valaki azt gondolja, hogy ajurvéde, vagy gyakorolni kell, akkor ezt fog fejlődést okozni. Szóval ez a lényeg, hogy a hit, bhakti jogában, aki baktával tud válni, ő tudja. Igen, ezek működnek. Ez a karma, gyána, dharma és a többi. De én hiszek, bízok abba, nagy meggyőződésemben bízok, és fogok is csinálni, mert bizalom, hit, ez pont ez, hogy inspirált vagyok máshogyan csinálni, úgy, ahogy hallottam, hogy máshogyan, hogy akkor én most bhakti jogát csak gyakorolni fogok. És csak ma Hare Krishna mantra mindenre elegendő. Már menjünk tovább. Sarvadharma paritya-gyam. Jó, akkor ezt megbeszéltünk. Igen, és Bhaktivinoda akkor mondja, Shraddhasa Saranagati Lakshanam. És ez a hit, ez a Saranagatinak, Krishnának átadásának magát, átadás, maga, vagy self, vagy mindjárt magamat átadása Krishnához, ez a része, a lakshanam, a tulajdonsága, hogy én nagyon bízok is, hiszek ebbe, és más, és akkor akarok is így csinálni. Szóval hit, amikor, most nem feletettem szanszkritot, de van Srimad Bhagavatam harmadik énekben egy vers, a Tachsradadana Munaya, hogy egy jó tanítvány, amikor hall valamit gurutól, azonnal próbál ez a gyakorlatba.
ki akarja azt próbálni. Na, ez, aki hittel rendelkezik. Most, nem holnap, majd, mikor majd öreg leszek, hanem most akarok csinálni. És ez a Shraddha, szóval ez a Saranagati, és ez a Shraddha, ez a hit, amikor ez egy állapot, ez egy tudatállapot, amikor én próbálok valami másban, nem ami, ahogy én csináltam idáig, hanem most abba, amiben bízok, abban venni menedéket. Azt próbálok. Na, ez a Saranagati, ez a Shraddha, ez a hit. Oké. Teszt. Csináljunk tesztet. De rendelkezik én ezzel a Shraddhával, ezzel a Saranagatival, ezzel a hittel, hogy mi alapján lehet tesztelni, diagnosztizálni. Nem kell vérvételt ahhoz, hogy megnézzünk, hogy mennyi mi változik, akkor ha neked olyan a szín a vérnek, akkor neked van hit, de a te véred szerint nincs hitet, mint a vírus, úgy néznek, ugye? A teszt, ki tudja mondani, hogy hogyan tudja magába így megállapítani, hogy van nekem ez a Shraddha, ez a kezdő pici hit az a bhakti yoga útba. Az a teszt, hogyha van-e félelem, vagy nincs. Hogyha én szoktam félni, vagy nem szoktam félni. Ez a szívnek a félelme. És ember, amikor rendelkezik hitel, megszabadul ettől a félelemtől. Mert ő tudja, hogy Krishna nekem mindig adja a legjobbat, minden, ami történik. Krishna örök, azt, amit én gyakorolok, ennek az eredménye örök, a kapcsolatom Krishnával örök. Egyszerűen nem tudom, mit jelent, hogy félni. Mitől kell félni? Hogy nincsen félelem. Szóval ez a hit, ez a Shraddha. Itt kezdődik a bhakti yoga. Igazából. Az első lépcsőfokból. Most összerakjunk együtt. Ez, hogy alakul a híd, mert általában jó, akkor most itt meg van mondva, de hogy sásztrák alapján alakul bennem a híd bhaktiba, Krishnába. A gyakorlatban, a bhakti yoga gyakorlatban. És ezt úgy fogunk most analizálni, megfogjunk az 5 témát, ami múltkor is, nem tudom már melyik előadáson beszéltünk, szampradájákon, nem tudom, valamelyiken beszéltünk, 5 témáról. Ami Bhagavad Gita erről is beszél, de minden szentírás, mindegyik sásztra beszél erről 5 témáról. És ezek a témák, milyen 5 témáról beszél Bhagavad Gita? A kezdik, nem ott kezdődik, Isten az utolsó. Ez a legmagasabb. Az a harmadik. Lélek a második. Ez a negyedik. Prakriti, az az első. Az anyagi prakriti, igen. És akkor nézzük meg, hogy hogyan nekünk kell, hogy kialakuljon az a első hit, ez a Shraddha, ez a bizalom a bhakti yogába, ami tartalmazza magába prémának a magját. Maga az anyagnak, a prakritinak nincsen semmi tartalma, semmi jelentősége, semmi értéke. Hogy mondjuk nektek? Hát semmi értelme nincsen anyagnak. Az anyagnak akkor van csak értelme, amikor, mikor van értelme az anyagnak? Miért van teremtő anyag? Nem tudjátok, miért van teremtve anyagi világ? Így van. Élőlények vágya miatt, szóval anyagnak akkor van értelme,
hogy élőlények használjanak ezt az anyagot, mert erre van teremtve. Igen. Anyag azért van teremtve, hogy élőlények élvezenek. Mint a Bhagavad Gita-nak 7. fejezetben, hogyha jól emlékszem, 7. fejezetben Krishna, amikor mondja, felsorolja Bumira Polnán Lalvajur Kamana Budirevacsa, az anyagi világot, és utána mondja a következő versben, a Jiva Bhuta Mahabaho, igen. Ritam, Jagat, igen, most valahogy én is elfelejtettem. Dharidam. Mindjárt itt van nekem, megkeresem, hogyha már elkezdtünk. Na. Hogy kell ez így? Ja, itt van. Dharidam. Ez azt jelenti, hogy vannak felsőbb rendű a lelkek, és van az anyag, és felsőbb lelkek fenntartják ezt az anyagot. Dharidam. Fenntartják, ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy a vágyaka, mert Krishna azért teremtetti, mert mivel van vágy, azért van neked anyagi világ, hogy használja egészségedre. Dharidam jagat. És akkor, szóval így jön akkor az anyagi energia, van a lélek, aki próbál élvezni az anyagi energiát, anyagi világot, és akkor mi történik? Ez micsoda? Ez a, amikor élvezni akarja anyagi világot a dzsíva, akkor mi jön létre? Az van, igen. Hát most mi ezt a öt, nem, mi most csak ezt az öt témát használjuk. Akkor volt a prakriti, most beszéltünk a dzsíváról. Hogyha a prakritinak csak akkor van értelme, hogyha van dzsíva, élőlény. De a dzsíva mit csinál? Élvezni akar. De hogyan akar élvezni az anyagot? Hogy, mit csinál? Csak így ül és élvez? Karma. Azaz, cselekszik. Jön létre a cselekvés. Az először van anyagi világ, akkor utána oda kerül az élőlény. Az élőlény akar élvezni, és létrejön a cselekvés, a karma. Jó, akkor mit jelent szó karma ebbe az értelemben, itt ebbe a kontextusba? Karma, hát általában úgy ismerünk, hogy karma azt jelenti, hogy cselekvés. Ugye, hallottak ilyet? Fordítás? Cselekvés. De valójában itt ebbe az öt témába a karma az azt jelenti, hogy én cselekszek. Én vagyok a cselekvő. Így jön létre ez a karma. És akkor, hogyha megnézzünk egy kicsit visszább az anyagi világot, hogy miért nincs értelme, még egy kicsit ezt tudjunk kifejteni. Hát sokan gondolják, hát nem, hát mit van, már anyag tud magától itt dolgokat csinálni, és van értelme, mert most megcsinálják a mesterséges intellektust. Most már teremtenek olyan gépeket, ami anyagból áll, nincs benne élőlény, és ez a gép az mindent tud csinálni. Akár meg tud különböztetni valamit, most mondani, ez jó vagy ez rossz, akkor tud győzni sakkba akár a bajnokokat, a legnagyobb intellektuális embereket, és akkor lehet, hogy mondani, hogy jó, hát nem sokára lesz olyan, hogy anyag lesz magától fejlődő, és akkor lesz értelme az anyagnak. Mi a különbség a legmagasabb mesterséges intelligencia, ami gépek, és élőlény között? Ki tud mondani? Lesz-e valamikor olyan szinten az anyag, mint az élőlény? Jó. Nem tudja saját magát létrehozni. Nem tudja saját magát, de hát meg lehet csinálni olyan gyárt, a robotok gyártanak a autókat. De ha nem tervezi meg valaki, akkor nem lesz belőle semmi. Jó, helyes. Igen, meg Mataji volt.
utána te? Nem, oké. És a Prabhupada azt mondja ezzel kapcsolatban szerintem, hogy képes, ugye az Istenség legfelsőbb személyisége képes kettős természetű, vagyis női és férfi gépeket teremteni. Gépeket. Hát én fogok, hogy testeket. Oké. Még? Sanatan Prabhu? Nincs tudatos, megszabadok akaratosan. Nincs tudat és nincs szabad akarat. Mit jelent, hogy tudat akkor? Jó. Miből tudjunk, hogy tudat? Dönteni tud krízishelyzetekben. A számítógép tud dönteni. A számítógép is tud dönteni, hogy például mondjuk a nagy ilyen plázákban, ott számítógép irányítja, hogy abban a helységben legyen 30 fok, ott legyen 20 fok, és hogyha felborul, akkor dönt. Aha, akkor át kell kapcsolnom. Tud dönteni. Dönteni tud. Vannak vágyak. Jó, de kinek vannak a vágyak? Mi ez a vágy? Még egy kicsit. Sanatan Prabhu is közel, te is közel. Oké. Én vagyok. Az nem lesz számítógépben. Az nem, ő nem tud magára, hogy én vagyok. És sose fog tudni. Egy gép, én mesterséges intelligencia, nem fog tudni, én létezek. Ez a vágyok, ez abból jön, hogy én vagyok. Akkor, te mit mondtál, hogy mondtál Sanatan Prabhu? Tudat. Na, tudat, ez mi? Én vagyok. Ez a tudat. Igen, ezt akartam, hogy erre menjünk át, majd kilukadjunk. És szóval ez a különbség, a gép, az sose lesz, mert neki mindegy lesz mindig, hogyha kikapcsolok, ő nem tudja, ő most él vagy nem él. Ő ezeket nem tudja. Szóval nincs tudat, nincsen az, én vagyok, én létezek. Szóval ez a lényeg. És akkor azért élőlény próbál használni élvezetre anyagot, jön létre a karma, és hogyan jön létre a karma, hogyan, mi az a karma? A karma ez, hogy én cselekszek, és miért cselekszek? Mit akarok, miért cselekszek? Gyümölcsöt akarok. Én szeretnék egy gyümölcsöt kapni, és hogyan karma ad nekem a gyümölcsöt? Itt jön a negyedik. Idő. Nem tudom, ki szokott ültetni a kertbe valamit, és akkor 5 perc múlva jön, eper. Nem, idő kell, idő. És akkor idő, ez így a világban így látja ember. Akkor van anyagi világ, ami magában nem értékes. Élőlény élvezni próbál, de van karma, és akkor a karma létrehozza gyümölcsöt nekem, amit én elültettem, elarattam, egy idő múlva kapok vissza hatást. Az lehet jó vagy rossz. Na mindjárt ezt meglátjuk. Szóval egy idő múlva, és akkor itt van a négy kategória, akkor lehet kérdezni, jó, de akkor mi a kapcsolat Istennel? Akkor hogy lehet itt így Isten? Hát itt van egy rendszer. És a válasz az, hogy ahhoz, hogy mindenki kapja azt, amit megérdemel, ahhoz Isten kell, aki megszervezi. Mert csak képzeljétek el, hogy oké, van ez a karma törvényt, és akkor mindenki össze-vissza kapja visszahatásokat. Az káosz lenne. De Isten, aki megfelügyeli ezt az egészet, és megszervezi, hogy hibátlanul mindenki kapja azt, amit megérdemel. Így jön ide Isvara. Szóval igazából az ácsárják, Baladé Vigyapósarna, és azt mondja, nem is mondja, hogy Isten, hanem Isvara. Ugye? Isvara. Az legfelsőbb irányító. Oké. Akkor most végkövetkeztetés ezekből, hogy van Isten, van anyagi világ, és akkor ő irányítja, akkor van élvezet. Van élvezet? Van boldogság. Kettő. Ebből az egészben van kettőféle boldogság. Az egyik boldogság az a milyen? Anyagi. Akkor a másik? Lelki. Igen, ez a kettő boldogság van. És Krishna hol beszél róla? Bhagavad Gita-ba.
valahol beszél, most csak baktipátét, most így ülsz és spekulálsz, vagy annak van alapja is? Krishna erről beszél 5. fejezet Bhagavad Gita 22. versben. Én hiszem, sparsa dzsá bóga. Azt mondja, igen, van ez a bóga, élvezet. Ami, én hiszem, sparsa, ami a érzékszervek és érzéktárgyak kapcsolatból jön. Én hiszem, sparsa dzsá bóga. Dukha jónaja évate. De ez az élvezet dukhát fog okozni, szenvedést. Adi antavanta kontia, miért? Mert ennek van eleje és van vége. Ez egy ideiglenes, nem lehet élvezni, amint elveszítesz. Kiépítesz magának minden, bizniszt, üzlet, birodalom, minden, jön a koronavírus és nullázva van. Szóval dukha jona evate. Ezért natesu ramate buddha. Buddha, intelligens ember, ő ezt a fajta élvezetet ebben nem keresi. Boldogságot. Na te is ráma, ráma te buddha. Szóval ráma ez boldogságot jelent. Szóval egy intelligens ember ebben nem keresi boldogságot. Szóval én akarok lenni boldog. Hogyan én tudok lenni boldog? Hogyha én elfogadom anyagi boldogságot, akkor csak el fogok tévedni, és akkor vége lesz a szenvedés. Ezért na te is ráma te buddha. Azért én nem akarok itt eltévedni, mert csak szenvedés a vége. Ezért a intelligens ember, amikor kap valami, jön a szenvedési időszak, akkor ő rögtön látja, hogy ez a szenvedési időszakom, ami most kapok, ez a múltkori boldogságnak a tükrözése. Mert mikor, mert ez az egyensúly. Amennyire te anyagot élvezel, ennyire fogsz szenvedni. Ez az egyensúly. És bölcsember ezeket tudja, ezért nem akarja felborítani ezeket, hogy most élvezek, hogy utána szenvedjek. Ez a bölcsember így látja, intelligens ember úgy látja, hogy ő érti ezeket. Hogy én sose leszek boldog anyagi világban. Ez a végkövetkeztetés amúgy. Az egész bölcsességnek. Oké, akkor mi most együtt gyorsan megértettünk, hogy anyagi világban nincs boldogság, mert a vége mindig a szenvedés. De ki szeretne lenni boldog? Hogy hívnak engem? Valaki jelentkezett, hogy ő is boldog akar lenni. Annyira akar, hogy felhívta, figyelj, nagyon. És akkor, oké, de akkor hogyan tudjunk lenni boldogok? Van valakinek tippe? Igen. Szabadság szabályozó elveit kövessünk. Jó, és jó, nagyon jó. Mik ezek a, nem pont mik az elvek, hanem honnan származnak az elvek? Mit képviselnek az elvek? Krisnát. Igen. Hogyha én akarok lenni boldog, akkor kell követni, amit Krisna mond. Mert ő tudja, hogy hogy lehetek boldog. És akkor ő mondja, így is csinálsz. Szóval, amikor én tudom, hogy mit Krisna mond, ezt követek, akkor én nem teremtem karmát, hanem sőt, én fejlődök és boldogság kezd nőni. De honnan tudom, hogy Krishna mit mond? Igen, sásztrából, szentírásból. Szóval így mi most kis analízist csináltunk, hogy szentírásba kell, hogy legyen hit, és akkor az elején, akik nem voltak itt, és elismétlek, hogy mit jelent, hogy sastra, sastria, shrada, hit szentírásban, ez a hit, ez bizalom a szentírásokban, abba az tanításban, amit ad. Én abba bízok, és nem kételkedek ebben. És ugyanakkor ez a hit a Szentírásnak a tanításában, az értelmében
Jási Silaksmérni Szimadé Bhagavan Kijai. A szívébe ébreszti erős érzést, hogy máshogyan kell cselekednem. Most már így, ahogy csináltam, nem csinálhatok. Én nekem meg kell változtatni a viselkedés, cselekvés, és így tovább, és így tovább. Szóval ez a sráda. Szóval a sráda, ez a bizalom, ez a sasztria sráda. És miért sasztrából megtudjunk Krisnáról? Azért, mert Bhaktivinoda Kur mondja, agyata gyapaka sastra. Agyata gyapaka sastra, ez azt jelenti, hogy a sastrába olyan dolgokat meg tudjunk tanulni, megérteni, ami saját magunktól sose, ami a mi felfogáson túl van. Ezért a sastra. Szóval még egy kicsit beszéljünk pár mondatot, hogy mit jelent, hogy hitem. Hogy elinduljunk további szinteken, legközelebb a Madhurya Kadambinin, ahogy beszéltük, hogy hit, ez egy bizalom a sásztra tanításába, és érzek, hogy nekem kell tenni is azt, amit ott tanítják. És mi hallottunk, hogy Hare Krishna mantra az a legfontosabb tennivalónk. És akkor itt meg lehet tesztelni a hitünket. Már egy tesztet beszéltünk, hogyha csökken a félelem, akkor van hitem. Ez egy teszt volt. Most egy másikféle tesztet lehet látni, hogy mennyire van időm minőségileg gyakorolni Krishna tudatot. Mert hogyha nincsen, például, hogyha valaki pakol, Hare Krishna pakol dolgot, sétál, Hare Krishna, akkor neki nincs ebben hit. Mert hogyha lenne hit, akkor semmi más nem csinálna, csak azt csinálna. Szóval itt is tudjuk magukból most vizsgálni, hogy én hányszor csinálok úgy a lelki gyakorlataimat, hogy közben más csinálom. Mert abban másban pont van hit, hogy most ez nekem jobb élményt fog okozni, ez hogy Hare Krishna nem fogja nekem adni boldogságot, ezért más csinálom. Hogyha nekem van hitem, hogyha Hare Krishna mantra ad nekem igazi boldogságot, hogy ez az igazi folyamat, hogy fejlődjek lelkileg, akkor ezt fogok csinálni. Akkor nem fogok vezetés közben gyapázni, vagy valami más kapálni, mert nem tudom, mit lehetne még csinálni. Annyi sok mindent lehet csinálni, annyi dolgunk van. Szóval itt ez a hit, itt ezzel múlik, hogy én mennyit szánok rá időt. Ha nem találok rá időt, akkor mire találtam időt? Hát amiben hiszek. Akkor anyagi dolgokba találok időt, akkor én abban hiszek, hogy ez nekem a jó. Ez mit jelent? Hogy még nem tudok tovább fejlődni. Mert nem gyakorolok. Vagy fejlődik, csak nagyon-nagyon lassan, nagyon lassított, nagyon-nagyon-nagyon lassan. De hogyha én elkezdek komolyan, tinek elhiszek, akkor én lelkes leszek, és nekem van ízem. Mert amiben hiszünk, abban van íz. Az, hogy prasadam finom, az mindenki hisz, és van íz benne, de finom. Ugyanúgy igazi lelki út, ez nem száraz hit, mert elfelejtettem fontos dolgot mondani, hogy hit, ez az első, ez a sráda, ez ízet is jelenti, mert hitbe, igazi hitbe valakinek van, ott már van egy mikron íz, lelki íz. Akinek semmi íze nincs, akkor semmi hite nincs. Szóval hit és íz, sráda, ahogy mondtam, hogy a srádában benne van a préma, a prémának a magja, ugyanúgy srádában benne van a rasa, az íz. És akinek van hite, annak már van íze is. Pici, nem az az igazi íz, ami később lesz, majd beszélni fogunk, de már van ez az van már íz is, ő neki érdekes, izgalmas ez a lelki gyakorlat, ez a belső utazás, hogy hogyan én gyakorolok a sráda szintet, utána elkezdi Bhajana Kriyát,
És ez egy nagyon-nagyon érdekes, és akkor ő akarja, és neki ez, mint ha valaki edzésre megy, amikor valaki hittel megy edzésre, akkor nem szokott mondani, na jaj, megint edzeni kell, hanem ő tudja, hogy én megyek, és még több terhelést csinálom magamnak, mert miért? Mert erősebb leszek ettől. Ugyanúgy itt nincs is terhelés, mert hogyha én hitelest csinálok, a saját szinten gyakorlatokat, ez a bizalommal, nem ez a hit, hanem gyakorlat, mert nekünk megint a sráda ez gyakorlatot is jelent, hogy akarok is csinálni. Szóval nem csak hiszek, mert pont itt van még különbség a nyugati kultúra és a keleti kultúra. A keleti kultúrát úgy hívják, hogy nem, inkább kezdjünk a nyugati. A nyugati kultúrát úgy hívják, hogy ortodoxis. Sokszor mondják az oroszokra, hogy ő ortodox. Az egész nyugat világ ortodox. Ez nem pravoszlávok ortodoxok, az összes, mindenki általában ortodox. A keleti ortopraxis. Mert ők sokszor vádolnak a nyugatiak, hogy ti nektek mindig gyakorlat, gyakorlat, gyakorlat. Igen, a sráda, ez azt jelenti, hogy én akarok, én bízok abba, hogy így csinálok, akkor boldog leszek, akkor Krisna tudomba fejlődök, akkor fogok csinálni. Akkor én csinálom is, ez a hit. A nyugati világban ortodoxis, doktrina, csak hitről van szó. Nem, csak hittel, csak el kell hinni. Csak hidd el Istenbe, csak higgy el ő benne, csak higgy el. De ez nem igazi sráda. Szóval sráda ez az belső érzés. Változtatni akarok, máshogyan akarok csinálni. Holnaptól jól gyapázok. Ez a mai téma volt, sráda. Aztán majd legközelebb beszéljünk, milyen sráda típusok vannak, és majd megyünk tovább, és akkor így fogunk menni szintről szintre. Közben lehet párhuzamosan olvasgatni, akinek van Madhurya Kadambinit, és így megyünk ezen a könyvben. Vannak esetleg kérdések valakinek. Igen? Hát itt volt, Jehisszansz Parsa Dzsáboga, te próbálsz élvezni, dukkha jóna, akkor tudsz szenvedni. Hát sok helyen. Lilasuka Prabhu, neked van? Jai Shri Radha Shyama Sundar Ki Jai. Igen, hogyha vizsgáljunk egy kicsit a könyveket, fogunk tapasztalni. Hát gondolom, tapasztaltál az életben is. Mennyire így beengedsz boldogság után, puf. Tessék, hogy? Igen. Jó. Vrajeshwari Mataji? Most én egy ilyen érdeklődő szerepét veszem föl, hogy ezt most hallottam először, és akkor te azt mondtad, hogy amennyi boldogság volt, ugyanannyi szenvedés lesz, de előtted meg azt mondtad, hogy az anyagi világ egy szenvedés. De akkor az utóbbi szerint az anyagi világ az semleges, mert a boldogság és a szenvedés vagy egymást is kiegyenlíti, előtte meg azt mondtad, hogy szenvedés. Most akkor ez hogy mondtad? Nagyon jó. Igen, maga anyagi energia semleges. Mondjunk példát. Az alkohol, amikor a boltban van a polcon, az hatásos valakire? Nem. Nincsen olyan, hogy ember bemegy boltba, átsétál az alkohol polcok mellett, és ráugrik az alkohol, és beugrik a hasába, és ember részeg lesz. Nem, ő semleges. Ugyanúgy anyagi energia semleges.
ő nem bántja senkit. De hogyha valaki akarja alkoholt használni, iszik, akkor mi történik? Másnapos lesz. Ma boldog volt, holnap másnapos lesz. Mennyire egyik nap élvezett, másik nap nagyon fáj a feje. Szóval itt is ugyanúgy anyagi energia maga, ő nem bántja. De hogyha te akarod élvezni, akkor ő vissza fog hatni. Mert ez a törvénye. Akkor vissza. Miért? Mert hogyha te anyagi energiát ugyanúgy van lelki célokra használod, Krishna elégedettségre, akkor nem hat rád. Mert te nem zavartad meg anyagi energiának az egyensúlyát. Amikor saját maga élvezetére, akkor te kihasználó vagy, na itt már, amit hamis egóról beszéltünk, amikor én kihasználó vagyok, na ezzel felbontom az egyensúly az anyagi energiába, és ahhoz, hogy ez visszahozzon, amennyire én kivetem élvezni, ennyire megkapom a szenvedést, hogy legyen egálba. És akkor anyagi energia utána megint vár, mikor én megint fogok visszaélni vele, hogy visszahasson. Így válaszoltam? Teljesen így van, igen. Hát mert én vagyok a világ központja, minden körülöttem kell, hogy forogjon, és ameddig forog, akkor ez így természetes. De amikor valami keresztbe kezd benne, akkor meglepődök. Hát én így meglepődtem. Én is így próbáltam pörgetni magam körül a világot, és mikor nem sikerült, és megtudtam, hogy én vagyok a hibás, akkor ez nem volt természetes. Igen, jó. Shyamala Prabhu? Azt mondtad, hogy az anyagi világ az nem bántja az élőt, semmi. Igen. A két dolog eszembe. Az egyik a háromfajta szenvedés, ami azt mondja, hogy a sárfő mindig postorozza az élőt. Igen, most próbáltam, még egyszer próbálok. Amikor én az anyagi energiát nem használok a saját élvezetemre, addig nem szenvedek. Anyagi energia nem hat rám, nincs karma. Én ezt az anyagi energiát tudok manipulálni, használni Krishna szolgálatára. Például felépíteni egy épületet egy karma, visszahatás lesz belőle. De felépíteni egy templomot, nincs karma, mert ez egy lelki cselekvés. Mert az anyagi energiának a darmája Krishna szolgálatra legyen lefoglalva. A virág azért nő, nem azért, hogyha én vázába rakjam magamnak, hanem ezt Krishnának ajánljak. Akkor utána rakhatom a vázába, és nincs karma. Hogyha én eszek zöldséget, és akkor jagja karma. Ugye akkor jagja, hogy kezdődik ez a vers? Három. Jagja sisnasana santa. Mucsanti szarva kirdisa. Igen. Hogyha én még csak vegetariánus vagyok, és zöldségeket főzöm magamnak, akkor karmát kapok. Mert megöltem. Hogyha én ezeket a zöldségeket azért használom, hogy Krisztának felajánljam, és utána megeszem, akkor tisztulok. Akkor tisztul a tudatom, tisztul a létem, és képesített leszek bhakti jogát gyakorolni, hogyha eszek egy ilyen ételt. Prisila Prabhupád ezt így magyarázza.
Így válaszoltam? Köszönöm szépen. Jó? Más? Rendben, nagyon szépen köszönöm. Itt vagyunk ezen az izgalmas úton, amit Lila Suka Prabhu kegyéből szervezi. Én is nagyon hálás vagyok Lila Suka Prabhunak, baktáknak. Benne vagyok én is. Tanulni, gyakorolni, nagyon izgalmas, nagyon tetszik. És ez is kaland, amikor így felkészülni, utána másik kaland elmesélni, harmadik kaland gyakorolni, nagyon tetszik. Ezért koronavírus kigyáj. Mert utána most napokban lesz, akkor mikor lesz? Pénteken? Holnap is lesz, holnap után lesz lecke itt, este. Én leszek pénteken, meg én szampradáját csináljuk, ugye? Jó, aki akarja jönni, folytatjuk a szampradáját, ott is nagyon gyakorlatias lesz, de én biztos jövök. Köszönöm szépen! Sisirad Hashama Sundar ki jai, Srila Prabhupad ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai.